Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Naksa Zoltán vagyok, a Szerencsekerékben ideiglenesen állomáshoz a humorista, és kérem köszöntsék Nagy Tapssal a harmadik kör három játékosát, Tamás, Györgyit és Viktor. Szokásunkhoz híven egy rövid bemutatkozást szeretnék én a játékosainktól. Tamásról annyit sikerült megtudnom, hogy szemüveges vagy és fiatalember. Egyetért ezzel azzal, hogy szerintem nem jó van itt a Szerencsekerében, hogy a műsorvezető soha nem forgathatja meg a kereket. Szóval nem éreztél még ellenállhatatlan vágyat, hogy forgatás után visszagyere és titokban megpörgesd egyszer? De itt szoktam is éjszakánként visszaszörgősni. Csak mondom, a portásbási meséltem. Versenyt játszunk időnként Viktorral, igen. Köszönöm szépen. Hát Györgyről is hagyd tudjunk, amit hármatok közül én Györgyit választanám, gondolom ezt eltaláltátok. Igazsak magadról. Pataki Györgyinek hívnak, Szerencsekerék háziasszonya vagyok, férjezett, úgyhogy... Ajjaj, hát akkor... És nagyon izgulok. Értem. És hogy szokták készülni a forgatás, hogy otthon a kredenszben megforgatod a poharakat, vagy pedig... Például... Hogyan tréningezel? Vagy volt már olyan, hogy például mosogatás közben oda surrant a párod, hogy te mi ez a rengeteg betű itt kint? Hát hoztam az egy kis munkát. Most elárulhatom, hogy van egy Szerencsekerék társas játékom, amit még karácsonyra kértem a Jézuskától, és előtte minden forgatás előtt játszom egyet. Értem. Forgatom a betűket. Köszönöm szépen! Hát, kérjük szépen akkor Viktor bemutatkozását is sorrendben. Hobbit? Kerekezés, tehát kerékpáron kerekezés. Gyakorlatilag egy tandemet hajtotok ketten egymás mögött, sűrűn gondolom. Igen, igen, és azt szeretem, amikor én vagyok elő, mert általában akkor nem esünk nagyot. Viktorról hadd mondjam a kedves nézőnek, hogy a Szerencsekerék eddigi 1000 adása folyamán 560 ezer forint értékben sózott rá magánhangzókat a kedves játékosokra. Úgyhogy... Ez mindenképpen rekord. És éppen ezért a Nemzeti Magánhangzó Szövetség tiszteletbeli elnökévé nyilvánította. Arra gondolnék én akkor, ha egyetértetek, hogy csapjunk bele, pontosabban először nézzük meg a külön díjunkat. Ez a csodálatos rózsadombi villa minden igényt kielégít, luxus ide vagy oda. Ha ezt meglátja, még ön is eltátja a száját. Értéke felbecsülhetetlen. Itt az idejű, belecsapjunk. A táblán egy közmondás. Tamás, kérlek akkor, légy szíves, kezd meg ezt a bizonyos... Szabad? Igen, így? Itt a kis gömböcskék, így? Azt meg kell fogni. Balról jobbra vagy jobbra? Úgy van, nehogy felszálljon. Megpróbálom az 50 ezerest, úgy engedtek el otthonról, hogy anélkül haza sem menjek. Júj. Hát ilyen az én formám. Mint egy ezer áfával. Ez szerény ezres. Igen. Mondj egy betűt. Na nézzük. T, mint Tamás, szerényen. Nem, Viktor, nem. Te vegyél egy magánhozót közben, légy szíves. Barátilag V, mint Viktor, inkább ezt választanám. Véletlenül bejött. A T, mint Tamás, az 50 ezeres se tartogatom. Forgatok? Akár. Köszönöm. Nyugodtan igen, forgás, amíg időnként elmegyünk, eszünk valamit, stb. Jó. No. K, mint Károly. Na. Igen? Abból is van. 3, 4, 5 darab, ez igen. Felülállt, jó. Ez jó esett. Na most már tényleg az 50 ezres. Várjál, helyre teszem. Tessék, itt az 50 ezres. Most jön akkor a T, mint Tamás. T, mint Tamás. Hát ez sajnos nincs. Györgyikém, akkor íme a lehetőség. Ezen nem vagyok túlzottan meglepődve. Na tessék. 3. 3000. N, mint Nándor. Ez is van, nem is egy. Kitűnő. T, mint Dóra. Megduplázta! Hozzá! 24 ezer forint. Ez összeg a fiatal humoristák szociális otthonának megsegítésére megy, egyébként még nem mondtam el. M, mint Mária. Igen. Ez is van. S, mint Sándor. Ez is van. Úgy válogatjuk a feladványt, hogy minden legyen, minden másra hangzó benne. Z, mint Zoltán. Köszönöm szépen. Hát igen, ismerem a számokat, mennyivel egyszerűbb lenne. G, mint Gábor. Az is van. Magánhangzó, Györgyi, magánhangzó, most kell magánhangzó tenni, tudod? I, mint Ilona. I, mint Ilona. Igen, igen. Még magánhangzót. Igen, és A, mint Aladár. A, mint Aladár, hát nem maradt pénzed. Dehogy nem, nem olyan sok ez, ugye látod, és mennyivel könnyebben meg lehet fejteni aztán. Ez igaz.
Akkor már másik. De nem került sorra ez a pont. Mi lesz itt még? R, mint Robert. Ez az. Nem 4500 ér. Igen. Én még csak hagyjam, de Viktor, meg se szól. C, mint Cecil. Hát igen. Bármilyen süteménnyel kínálja vendégeit, biztos, hogy ez a süteményes készlet minden ízlésnek megfelel. Ára a vázákkal együtt 42.740 forint. Hát akkor... Még pörgetsz? Pörgetnél, vagy megmondod, ne talántán? Nem, hát már nem pörgetem. Már nem pörgetem. Mindenki a maga szerencsekerekének a kovácsa. Pontosan megvenni a magánhangzókat. Pontosan megvenni, kérem. Yeah. 108.500 forint. A 66-os. És még az ajándékot is ki kell sorsolni a Györgyinek, hiszen a kör után jár egy ajándék is. Igen. 46. 46-os. Herzlichen Glückwunsch im ungarischen Glücksfall zur 1000. Sendung. Sok szerencsét, kívánok, auch magyar szerencsét, gyereknek. Az ezredik adás a Kölömeből. Kedves nézők, a Mezőbank a mai ezredik adás alkalmából egy 50.000 forintos takarékkönyvet ajánlott fel, ugyancsak az egyik itt helyet foglaló kedves nézőnek, hogy ismét Györgyihez vonulok az urnával, szokás szerint immár harmadszor, hogy ezt a nyereményt is kisorsolhassuk. Jó lesz. Igen. 9-es. 9-es. Kedves nézőim, egész héten hívhatják a szerencsét, hogy ő mehet a fődíjért, ti pedig, ha jók lesztek, segíthettek neki. Ez a hifi torony a minőség csúcsán szólal meg. Ideális társa lesz, ha szereti a színvonalas hangzást. A készülék ára 74.990 forint. Kedves nézőink, a táblán fődíjjátékunk feladványa egy esemény. Kérek mindenkit szokás szerint 5 más hangzót és egy magánhangzót. Hozzon tudomásunkra, Györgyi. T, mint Tibor. Zsuzsa. N, mint Nándor. István. K, mint Károly. Igen. Andi. R, mint Robert. És Tamás. És végül egy Istvánnak is kedves betűt mondjak. Z, mint Zene. Igen, és a magánhangzót a Hónai Mirigytől várjuk kórusban. Azt mondják, ő. Figyelem, jönnek a betűk. Na nézzük, van-e. Ó, eléggé beletrafáltatok, jó van. Értem. Na, na, na. Ó, hát nem is. De jó, most nekünk szólhatnak. Mi lehet? Hát az eleje az biztos. Figyelj. Megvan be hangosan. Óra indul. Most. Egy, két, hár, és... A szerencsekerék 7000. adása. Jó. Elmaradhatatlan urna, mert hogy ki kell sorsoljuk a fődíj nyertesét, szintén a közönség közül, természetesen Györgyi húzza, mint mai nyertesünk, ugyebár. Ki lesz a másik? 92. 92-es! Eddig tartott tehát a tánc, most kezdődik igazán dicsőséges múltunk és jelenünk ünneplése. A táblán pedig, amint látták, a jövő, a reményeink szerinti jövő, a szerencsekedék 2000. adása, amit reméljük, hogy majd önökkel együtt ünnepelhetünk ugyancsak, a másként nem nézőkként. Most pedig következik a milleniumi szerencsekedék torta, meg a pezsgőfürdő.